Civil Zugló Egyesület önkormányzati képviselő Várnai László. Az a kérésem, hogy haladjunk időrendben annak érdekében, hogy egy felépített beszélgetés legyen, és ha bár biztos, hogy ugrálni fogunk, te is, meg én is, de ezt az ugrálást, ezt próbáljuk korlátozni. Én a te általad lehetővé tett itinert használom, anélkül, hogy ezt egyébként te külön elküldted volna, hiszen otthon a napirend utáni monológ, valamint a Facebook oldalad, ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az ember ebből egy itinert varázsoljon. Igen. Kerek egy hónapot megyünk vissza időben, és ott vagyunk november 15-én. Ahogy az várható volt, a november 11-i testületi ülésen a képviselők megszavazták a helyben levetített csili-vili prezentációkat, bölcs megfontolással, alternatívákat nem látva és nem hiányolva úgy adták elvi támogatásokat egy minimum 15 milliárdos összegű önkormányzati beruházáshoz, hogy egy A4-es papíron nem volt felvázolva a finanszírozási háttér. Írod a 15 milliárd kérdőjel, akkor kérjük felkiáltójel, finanszírozási terv, népszavazás, hát az minek címírásodban. Ebben nincsen pontokba szedve, de én pontokba szedtem, amit te írtál, és az alábbi tételmondatok hangoznak el, és aztán természetesen te következel, hogy aztán a következő időpont egybehangzó vélemények a lakossági fórumon címmel jöjjön a második fejezet, de akkor már november 24-e lesz. Egyfelől ezen projekt kapcsán kifogásolod azt, hogy a tetőkre rajzolt hatalmas zöld felületeket a lakosok nem csak a madarak élvezhetik, de leginkább csak lénykoddik lesznek azon a tetőn, maximálisan 35 méteres épület magasságból. A sok látványtervből egy sem ábrázol, hogy a környező 2-3 szintes kertvárosias lakónegyedhez milyen viszonyban lesznek a toronyépületek. A második pontban azt mondod, az általam gyártott második pontban a szövegben ezután, a tervezett önkormányzati beruházás is hatalmas komplex épület lesz, de épp ezért, mert túl sok funkciót akartak belezsúfolni, mind kissé alultervezett. A harmadik pont, további problémai a jelenlegi két szakrendelőnkben 20 körzeti orvospraxis rendelője is működik, ezek elhelyezéséhez a polgármester visszakívánja vásárolni a két óvodát. A harmadik pont, igen, volt a harmadik, negyedik pont, az azt mondja, hogy legtöbb időt a zöld, a tető bezöldítésével, ami ő haja az akár a Városligetre. Ötödik pont, a mai anyagárak mellett is előlesen alulárazott a beruházás, a szakemberek a 25 milliárdos bekerülési összeget sem tartották túlzónak, miközben erről ennél lényegesen kevesebbet prognosztizáltak. Ami a finanszírozást illeti, ez a hatodik pont nálam, a beruházás finanszírozása teljesen a levegőben lebeg. A projekt lakosság által szükségesnek tartott elemeiről és a tervezett hitelfelvételről helyi népszavazás kiírását fogjuk kezdeményezni, mert a döntések és következményeik messze túlnyúlnak a politikai ciklus mandátumán. A hetes pont, a Bayer Properties Zrt. Beruházás prezentációja egy multiprofi parasztakítás volt, ugye ők a kivitelezők, ők a tulajdonosai, a Teleknek. Két dolog van, tehát, hogy van... Egyrészt van az önkormányzat, és van plusz, igen, és van ez, igen. És a magánberuházás. Igen, igen, igen. És a Bayer ígér egy közparkot is, az a lakosaiknak a patak felé egy játszóteret, kedvencük a heted, igen. Környezeti környezet terhelési hatástanulmány nem készül, gond a közlekedés, az intézményi infrastruktúra, és azután jön a Civil Zugló Egyesületnek a különböző javaslatai, valamint, hogy helyi népszavazás legyen. Mi történt a november 11-i testületi ülésen? A Zuglónak a úgynevezett a bosnyák teret sokan ismerik. Itt van egy piac, van egy templom, van egy piac, és hátul van egy nagyon nagy üres tér, ami egész a patakig eltart. Ez így van 2006 óta. Ez a terület a Zuglói Önkormányzat sportközpontja és szabadidőközpontja volt. A patak felül első részen sokan emlékeznek, még itt volt Zugló tanúszodája. Ez sikeren működött egész 2006-ig, 2008-ig, amikor is 2006-ban eladta ezt a testület, ez egy 6,8 hektáros, nagyon értékes terület, hisz a városban van, de hát a kerületnek ez egy sport létesítménye volt, Zugló azért jó, mert zöld. Így több zöld terület van, mint az egész belvárosban együttvéve. Ez a 6,8 hektár, ez hatalmas rész, ezt megvette egy lengyelekből álló konzorcium,
hogy itt egy új városközpontot építsen. Erre volt egy látványterv, amelyik sok különálló épülettel, leginkább kereskedelmi. Igen, ez a kereskedelmi és iroda funkciókat akartak. És úgy volt, hogy a terület harmadán közfunkciók lesznek, tehát lesz egy nagy tér, lesz talán egy új városháza, vagy új szakrendelő, vagy új rendelőről is mindenféléről szó volt. Majd ugye jött a világgazdasági válság, és nem történt semmi. Fontos tudni, hogy ugye a beruházó, mikor ezt megvette, neki azt ígérték, hogy 2010-re a metró oda fog érni. De nyilván nem mindegy, hogy az embernek egy plázája az egy metróállomás mellett van, vagy a semmiben lebeg. Ugye az összes ilyen nagy beruházás, nagy pláza, azok mind nagy, széles sugárútak mellett van, mondjuk a Dunaplázát lehet mondani, vagy a Arénát, vagy bármelyiket, Árkádot. Itt ugye meg van a kétszer egysávos Csömöri út, utána Tököli úttá válik, és van a Nagy Lajos királya szintén kétszer egysáv. Tehát nincs igazából rendes kiépített széles sávú közlekedés. Utána az idő múlt, és ezt megvette egy beruházó, egy Bayer nevű cég, amelyikről mindenki azt mondta, a polgármester se világosította fel a testületet, hogy Bayer, ugye az ember azt gondolta, meg úgy, tényleg úgy is közölték, mint hogyha ez egy nemzetközi cég lenne. De kiderült, hogy ez egy Balázs Attila nevű vállalkozó, aki, mint az is kiderült, később nagyon jó kapcsolatban van a NER-rel, mert miután megvette a területet, kiemelt, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra nyilvánították, ugye ilyenkor az történik, hogy az összes helyi építési szabályzat az így nem számít, ez a kivéve a Gyevi bíró típusú döntéshozatal, és hiába döntött úgy az önkormányzat annak idején, hogy ez 18 méteres épület magasság a maximum, amit ide építhető, ők közölték, hogy ez akár 35 méter lehet, és mi hiába döntöttünk úgy, az, hogy ez már a karácsonyféle városvezetés volt, hogy maximum 15%-nyi lakás funkció építhető a területre, ez mondjuk 2-300 lakás lehetett volna körülbelül, ők a bármennyit építhetnek típusú szabályt kapták meg az államtól. És ugye az uglói önkormányzat teljes joggal mondja azt, hogy bocsánat, azért, hogy egy önkormányzat az önrendelkezés jogán építési szabályokat egy területre, mert azt gondolja, hogy urbanisztikailag mindenféle más szempontból ez, amit el tudunk fogadni, és ez, amit a környezet eltűr. Ugye aki a Bosnyák tér környéket ismeri, az tudja, hogy ez egy családi házas, két-három szintes kis társas házas épület, okay, ahol a... Oké, nevesszünk el teljesen részletekben, mert ez fontos, nem való oda. Ez a két projekt, ezek egymáshoz hogyan viszonyulnak területileg és egyébként? A magánberuházás nyilván lenne a egy részben valamelyest egy picit a finanszírozója az önkormányzati beruházásnak. Ugye ők építenék a mélygarást 200 autó férőhelyig. De legfőképpen nekik az a fontos, hogy ők nem szeretnék, hogy az ő csili-vili plázájuk és lakóparkjuk mellett álljon a jelenlegi Bosnyák piac a maga 70-es évek műszaki színvonalán, és kinéz ahogy, úgy, ahogy. És rábeszélték a polgármestert, hogy ő álmodjon ülőség nagyot. A Horváth Csabáról beszélünk most már. Horváth Csaba mondta, hogy ő már két éve tárgyal ezzel a beruházóval, hogy meglepődött a testület, hisz nekünk helyben osztottak ki egy ilyen jelentőségű anyagot. De hogy ők már két éve tárgyalnak, és ők kitárgyaltak egy olyan épületet, a polgármester ugye nagyon szeretné nagyot álmodni, hát valamit avatni kell majd, ha jön az önkormányzati választás 24-ben. Hogy ledózerolnák a jelenlegi piacot, a piac jelenlegi téglaépületének a helyére kerülne egy nagy tér, az, és utána hátrébb lenne egy nagyon nagy épület, aminek az aljában van egy kis, sokkal kisebb piac, az elején van egy nagy új hivatalépület, és a hátulján van egy nagy új szakrendelő. Azt kérdezem, hogy a két projekt mennyire függvénye egymásnak? Szerintem teljesen, hisz a Bayer nélkül az önkormányzat nem tudja megépíteni a sajátját, és hát mint kiderült, amivel a polgármester nem tájékoztatta a testületet, és holnap rá is fogok kérdezni a testületülésen, hogy a tervezőiroda az a Bayernak egy alcége, de ezt nem mondta el nekünk. Még, oké, rendben van, de ez még elő fog jönni a további részleteknél. Ha megvalósul, akkor egyébként jelen pillanatban, ami a Bayer-féle projektet illeti, arra milyen kihatással van az uglói önkormányzat? Egyrészt meg tudjuk tenni, amit a Karakán önkormányzatok megtesznek, ugye ez amit a 13. Igen, megtett, ugye, de azon kívül. Igen.
van egy alkotmányjogi panasz. Igen, de azon kívül. Azon kívül megtehetjük, hogy közeljük a beruházóval, településrendeleti képre és sok minden másra hivatkozva, a hatályos építési rendeletünkre, hogy ez az épület, amit önök terveznek, ez messze túlnyúlik azon, amit... Ezt én értem, de a jelenlegi jogi státusza egyébként az alkotmányjogi panaszt még nem beleértve, hiszen nem tartunk ott, november 15-e van, akkor még semmilyen alkotmányjogi panaszról nem volt szó. Nem, ezt holnap fogjuk... Értem, türelem, ugrálás visszafogva. Azt kérdezem, hogy egyébként ez jelen pillanatban a Bayert bármilyen mértékben köti-e, vagy a Bayer, ha akarja, holnap neki kezdhet a kapavágásnak, az egy másik kérdés, ez a kapavágás milyen mértékben lesz összefüggésben az önkormányzat saját projektjével. A Bayernek egyelőre építési engedélye arra a plázára van, amit az előző vállalkozók kiváltott. Tehát, hogy most ő lakóparkot, ugye most ő irodát és lakóházakat akar építeni, erre nincs építési engedélye. Építési engedélye... De építési engedélyt nem az zuglói önkormányzatnak kell adni. Nem. Tehát van neki, de nem erre, amit ő akar építeni. Én ezt értem, de az zuglói önkormányzat hatásköréből épp úgy ki van vonva, ahogy a Városliget. Így van, így jó. Van. Igen. Rendben van. Akkor... Amellett, tehát egyetlen egy vállalkozó se szeret úgy építkezni, mert azért az nagyon nehéz, ha az önkormányzat kifejezetten... Oké, ezzel együtt azt kérdezem, hogy november 11-i testületülésen a képviselők megszavazták a helyben levetített Csillivili, most felejtsük el, hogy Várnai László miket ír itt a Csilliviliről, meg egyebekről, november 11-i testületi ülésen a képviselők mit szavaztak meg? Egy elvi támogatást adtak arra, hogy azt a koncepciótervet, amit a polgármester levetített, tehát hogy ez a Srin van, 3:1 épületet, ami hivatal... Ne vesszünk el a részletekben. Nem, ez fontos, hogy mit teszünk bele, ugye ez nem mindegy. Én ezt értem, de akkor nem ki lett kifogásolva, megszavazták. Mit szavaztak meg? Ezt mondom, hogy ezt a koncepciótervet, ami ez az épület, amiben hivatal, szakrendelő és piac egyben van, ennek a koncepcióját elfogadják. Miért szavazták meg? Én nem tudom, hogy miért szavazták meg. Te megszavaztad? Én voltam az egyetlen, aki nemmel szavazott, és a Fidesz tartózkodott. Én jó. Azt gondolom, hogy egy ekkora méretű épület... Rendben van, ez most nem tartozik ide. Mindent elmondtál ezzel kapcsolatban, hát, hozzátéve, hogy egyébként akkor a szavazati arányok november 11-én így alakultak. Így van. Ezt követően... Részint kötelezettségből, részint másokból, te a Facebookon ezt vitattad, a Horváth Csabával folytatott beszélgetésekben ő ennek nem mutatta tanújelét. Lakossági fórum és közmeghallgatás is volt. November 24-én írtál, de november 23-án volt egy lakossági fórum, amelyről a Telex is beszámolt. Így van. Ahol mintegy 150 ember... nyilvánított véleményt, illetőleg kérdezett. A megjelentek véleménye meglehetősen világos és egybehangzóan elutasító volt, érdemes lenne meghallgatni, mert hogy meghallani, mármint hogy a zuglói vezetésnek, sajnos azonban most a fórumon is elmondta a polgármester, az alapkoncepcióról nem enged vitát, sőt, népszavazást sem akar a kerületben. A polgármester elmondása szerint a közvéleménykutatást készítetett, és az őt igazolja. Ezt követően volt egy közmeghallgatás is, ahol szintén nagyon kritikus hangok hangzottak el a koncepciót illetően. Erről a két eseményről, amelyeken részt vettél, mondjál légy szíves olyan részleteket, amelyeknek jogi relevanciája nincs, de a hangulatot egy 10-es skálán inkább 5-ös felett, mint 5-ös alatt befolyásolt. Hogy mennyire volt közel a 10-es, azt majd el fogod mondani te. Figyelek. Nagyon dühös volt a lakosság, mert azt látták, hogy bármit mondanak, a polgármester ezt csípőből elutasítja. Én azt érzem, hogy tehát a polgármester iránti jó indulatot tanúsítsak, hogy beleálmodta ebbe a dologba magát, és nagyon nehezen engedi ezt el. Amit mindenki kritizál, az az egyrészt, hogy a piacot nagyon sokan féltik. Ebben van egy, ugye ez, tehát te is, ez mi részt zuglói vagy meg hát 1000 éve Budapesten élsz, ez Budapest utolsó igazi piaca, amelyik klasszikus, ponyvás, nagyon-nagyon sok őstermelő van. Tényleg, ugye amikor tényleg zöld politikáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy azt az árut azt ne Kínába termeljék meg, hanem itt.
Ennyire ne vesszük el a részletet. Igen, igen. Na, szóval azt mondom, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik az emberek, kötődnek a klasszikus piachoz, a jelenlegi piac 20.000 négyzetméteren van. Az új piac, amit terveznek, az 5.600 négyzetméter lenne. Mindenki tudja, hogy akkor minden negyedik árus árulhatna csak, az árak felmennének, a kínálat szűkülne, és bármelyik felújított piacot megnézzük, Klauzál, Garai tér lehet sorolni, ezek mind megszűntek a klasszikus piaci értelemben. Tehát ez egy értem, arról a Telex érték. Külön beszámolt, hogy mennyire meglepte az érdeklődés és a hangulat a Bayer embereit. Őket igen. Valójában mi lepte meg? Ugye a Bayerék azt gondolták, eddig megszokták, gondolom bárhol építenek a világban vagy Magyarországon, hogy kinéznek egy telket, odaépítik a tornyot, odébb állnak, elviszik a hasznot, azt csokolom. És a zuglóiak, ugye ez már a Hermina útira tervezett plázánál is ez volt, de valószínűleg a zuglóiaknál az történhetett, hogy a Paskál park, ugye amikor végigépítették most a Patakparkot, meg épült Zuglóban vagy öt lakópark, Kordia, Metrodóm, Paskál, Zöldváros, Levendula, 8000 lakásról beszélünk így már, egyszerűen kivágta az emberekben a biztosítékot. Azt látták, hogy a zöld területek Zuglóban eltűnnek, hogy ez ennek a kerületnek az értéke, hogy sok zöldben áll viszonylag kevés ház. Mi volt az, amit a polgármester se a közmeghallgatáson, sem pedig a lakossági fórumon, mint témát nem engedett megtárgyalni, mondván, hogy az nem tartozik a menühöz? A közmeghallgatáson, ami a városközpontról szólt, ott bármiről lehetett beszélni. A közmeghallgatáson, aminek az a törvénye, hogy bárki bármiről kérdezhet és bármiről állásfoglalhat, polgármester egyszerűen közölte, hogy a városközpontról nem beszélünk. Ez a közmeghallgatáson igen. volt, vagy a lakossági fórumon? Törvénytelen, ez a közmeghallgatás volt, aminek az lenne a dolga, hogy ugye ők meghallgassák a közt. És közölte, hogy tudom én, erről pár pedig nem beszélünk, tehát mint csak közölnéd a lányonnal, hogy már pedig arról, hogy férjhez mész, és itt a bőd. Jó, nem kellenek a hasonlatok, köszönöm. Igen, igen. Szóval, hogy egész egyszerűen a legfontosabb dologról, el is ment a lakosságból, amit a 20%-a elment az embereknek, felálltak, hátat fordottak, baloldali szavazók. Odáig eljutott a polgármester, hogy az ember, a polgármester azt mondta, hogy őt már pedig arra választották meg, hogy ő ezt megépítse, bekiabáltak az emberek. Én ezt értem, voltam már, nem egy közmeghallgatás. Igen, igen. Szóval ilyen még nem volt, mert amúgy a Horváth Csabát, ugye az Zugló egy alapvetően baloldali. Én ezt értem, de én voltam már közmeghallgatáson, voltam már lakossági fórumon is, oda el lehet hívni felheccelt embereket, és az, hogy az ottani hangulat az egyébként az egész kerület hangulatát lefedje vagy sem, ez általában utólag szokott kiderülni. Itt most úgy tűnik, hangsúlyozom, úgy tűnik, hogy ennek a két fórumnak a hangulata hatott a városvezetésre. Te mit feltételezel? Ez a két fórum, ez valójában tényleg mutatja a zuglóiak hozzáállását a tervekhez? Ugye az a probléma alapvetően, és ezért javasoltam én és az Egyesületünk a helyi népszavazást, hogy az, hogy a zuglóiak a valós tényeket máig nem ismerik, hisz egy propaganda újságon kívül, amit a Bayer finanszírozott, de az Zuglói Önkormányzat adta hozzá a nevét, de hogy egy inkorrekt kiadvány, amiben gyönyörű látványtervek vannak, senki nem írta még le a zuglói lapokban vagy bárhol, hogy bocsánat, ez az épület 10-szintes lesz, 8-szintes lesz a környék 3-szintes épületeihez képest, senki nem írta le, hogy 92.000 négyzetméter iroda épül, 950 lakás épül, aminek 3500 mélygarázs lesz a tartozéka. Tehát, hogy senki az újságban, az önkormányzat által fizetett újságban nem írta le ennek az építkezésnek a valós méreteit. Oké, okay, itt álljunk meg. Tudni, hogy a zuglóiak értem. Sokszor előfordul, hogy egy önkormányzati képviselő legyen, bármilyen is a színezete, olyan dolgokról beszél, ami egyébként egy 10-es skálán inkább 8-asra kvadrál a valósággal sem, mint 2-esre. A lakosság mégse mozgatja meg a füle botját sem. Ezt most kijelentésként mondom, hogy én nem tudom, hogy megmozgatta-e vagy sem, de ami később történt, az azt mutatja, hogy a város vezetés valamire felfigyelt, hogy mire, azt majd pénteken el fogja nekem mondani Horváth Csaba, de minden esetre változás áll be, de ahhoz, hogy a változáshoz eljussunk, időben még további lépcsők vannak. Kiviteli tervek közbeszereztetése 380 millióért, ez
Várnai László napirend utáni monológ blogjában a következő fejezet 2021. december 11-én készült, és ebben te már feltünteted azt, amit egyébként december 6-án tesz közzé. Egyébként csak nézem, igen, azt mondja, hogy Viktora Zsolt, ugye ő két farkú kutyapárt? Így van, MKK. Igen, azt mondja, hogy a 16-ai ülésre tárgy kormányrendelet miatti alkotmányjogi panasz, előzmények, megírja az előzményekben, hogy milyen jogi háttere van ennek, megírja a vélemények, ez római kettes pont, főépítész vélemény, az előterjesztésben szereplő hivatkozások és adatok helytállóak, és azt írja, hogy a jogi főosztály véleménye is közölt adatok azok helytállóak, és ennek következtében ő azt javasolja, hogy Zugló képviselő testülete forduljon Angyalföldhöz hasonlóan alkotmányjogi panasszal az alkotmány. Nagyon sok lakos, és nagyon én is, mint képviselő már a novemberi vitában is felvetettem, hogy ezt kell csinálnunk. Tehát egyrészt közölne a beruházóval, hogy nem, bocsánat. Ugye a legfontosabb, és azért mondom, itt próbálom mindig az épület méreteit mondani, mert hogy ugye nagyon sokszor úgy állítják be, és ez egy tipikus beruházói, meg ezt a részét, de nem ezt a részét végvettük, köszönöm, nem lesz rá idő. Nem, te ugye az a játszma lényege, hogy azt mondják, hogy maguk semmit nem akarnak. Ez is, tipikus, ugye ezt a ezt pán is, úr is szokta igen, mondani. Igen, de itt fontos kitételek vannak még. Azt írott Horváth Csaba, ezzel a politikával, ezzel a stílussal pont ugyanarra a sorsra is fog jutni, mint a luxusvécés elődje. Hogy a bukásával a Papcsákhoz hasonlóan hány képviselőt ránt magával, nem tudni, de hogy süllyed a hajó, arra ékes bizonyíték, hogy a két szocialista képviselő, Hevil és Bicskai átülése után, ugye erről ne feledkezzünk meg, az ott azért alapvetően megbontotta a szocialisták fölényét, hogy a két volt szocialista képviselő, az egyik ráadásul szocialista frakcióvezető is volt néhány napig, átült a demokratikus koalícióba, de egy olyan dologra hívta fel a figyelmet, amire én is felfigyeltem valaki által, de magam nem jutottam még ide, és ennek egyébként jelen pillanatban sajtója sincs, hogy Hevér és Bicskei átülése után most Szabó Rebeka alpolgármester, zöld politikus is menekül, ugye ez, hogy menekül-e vagy sem, ezt nem tudjuk, de minden esetre a Párbeszédnek a listáján olyan helyen van, amely nagy valószínűséggel biztosítja számára azt, hogy országgyűlési képviselő legyen, már pedig akkor időközi választást kell majd kiírni. Tehát itt szól a mondat, Hevér és Bicskai átülése után, hogy Szabó Rebeka alpolgármester, zöld politikus is menekül, oly sok sikeres projektje után, Párbeszéd lista másodikként fölfelé bukik, áprilisban a parlamentbe távozik a Zátonynak tartó zuglói hajóról. Nem Horváth Csabát és a vele tartók a sajnálom, így Várnai László, hanem a kerület újabb elvesztegetett 5 évét. Mi ez a 380 millió? Ugye ebben az elvi támogatást, akkor megszavazta november 11-én testület, akkor amellett ott volt az is, hogy felkérjük a polgármestert, mármint akik megszavazták, hogy a kiviteli terveztetést készítse elő. Most a kiviteli tervek, ugye azok az engedélyes kiviteli terv, amelyik a utolsó kilincs helyét is megtervezi az épületben, és tulajdonképpen ezután lehet kezdeni az építkezést. Tehát a tökéletesen kivitelezett terv. És ugye én azt mondom, meg a lakosság is emiatt van felháborodva, hogy nagyon-nagyon előre szaladtunk. Tehát ez olyan, mint amikor már a család még nem döntött arról, hogy veszünk-e autót, de az apuka már bejelölte a típuson. Jó, értem, megint a hasonlatot. Figyelj, a hasonlatokkal sokkal kevésbé jutunk el oda, mint ami... Igen, tehát nincs eldöntve, hogy a lakosok elfogadták-e, hogy kell-e, hogy elengedik-e azt, hogy két helyen van az uglóban. Én ezt értem, de ez egyébként egy fontos dolog, de ez egyébként jogilag nem
gátolja az önkormányzatot. A képviselőtestület a döntéseiben figyelembe veheti a lakosság véleményét, de a lakosság e tekintetben jelen pillanatban nem szavaz még, lehet, hogy egyszer eljön ennek az ideje. Magyarul ez a 380 millió forintos kiviteli terv, ez valójában egy bejárat lett volna közvetlenül abba a valóságba, amelyet a november 11-e, igen, ami, és mind a két projektre. Menet közben, hogy a demokratikus koalíció felébredte vagy nem, minden esetre a demokratikus koalíció is rájött arra, hogy alkotmányjogi... Így van. De nem csak ez, hanem a kiviteli tervek közbeszereztetésének az előterjesztését a gazdasági bizottságban, és ugye a bizottsági ülések előrébb vannak, mint a testületülés egy-két napon. Igen. Ők is, a DK is, a Momentum is leszavazták mind a két bizottságban ezt a kiviteli terv megrendelés dolgot. Ez melyik két bizottság? Ez a gazdasági és a városfejlesztési bizottság. Oké, ebben a két bizottságban leszavazták a javaslatot, és ettől függetlenül, vagy nem függetlenül, miért kell két alkotmányjogi panasz, hogy ne a magyar a kétfarkú kutyapártról beszéljenek, hanem a demokratikus koalícióról? Pontosan, így van. Tehát, hogy itt ez egyfajta, tehát ebben az egy kicsit, ez ilyen ki volt elsőnek típusú dolog, hogy én ezt javasoltam a testületülésen, ehhez képest most a DK gyorsan benyújtotta, meg a kétfarkusok nyújtották be egy nappal hamarabb talán, és akkor most ez a ki volt előbb, aki ezt csinálta, én javasoltam először, de legyen az ő dicsőségig. Csak ugye jellemzően most megérezvén a lakossági hangulatot, a DK próbál az élére állni valaminek, amit még ugye egy november 11-én támogatott. De jó, nem baj, legyen ez így, csak az a lényeg, hogy ébredjenek fel végre az emberek meg a pártok, hogy nem lehet egy kitalált dolgot leerőszakolni. Jó, ezt értem, de most megint ugyanoda térünk vissza. Arra kérlek, hogy ezt legközelebb már tettél meg, mert menet közben fogok közbeszólni. Milyen stallumot kapott egyébként Viktora úr, amit te jó indulatúan megírtál a kiviteli tervek közbeszereztetés 380 millióért című cikkedben? Ez nem nagyon, hogy is mondjam, tehát hogy nem szerencsés szerintem, ugye most átláthatósági tanácsnoknak nevezik ki. A tanácsnokok azok, akik a ugye ez úgy van Zuglóban, és ez nem nagyon korrekt az egész, hogy a normál képviselők keresnek 180 ezer forintot, és a koalíciós partnerek, Mészes képviselő 540 ezeret keres, vagy tanácsnokként vannak kinevezve, semmivel nem jár kulturális tanácsnok, vagy mi is volt, civil tanács. De te ebben, hogy azt írod, mindenki maga döntse el, ez milyen összefüggésben állhat, frissen előterjesztett tanácsnak. Hát ez nyilván ennek a jutalma, és Viktora úr is most tanácsnok lesz, tehát a 180 ezeret kereső képviselők közül átülhet az 540 ezeret. Oké, de ahogy én látom, a fizetésrendezés szintén része a holnapi képviselőtestületi ülésnek, az egy külön napi rendi pont. A 180 ezeres fizetéseket, ugye még annál a két képviselőnél, aki ennyire keveset keres, hogy három, ugye ez én vagyok, meg még két fideszes, vagy három, megemelik 180-ról 270-re, vagy 200, valahogy így. Tehát, hogy van egy pici, igen, mert már innen érezték, hogy ez már végtelen kellemetlen, hogy egyik képviselők háromszor annyit keres a másiknál, de ez még, tehát hogy igazából én azt gondolom, hogy most a tiszteletdíjakról beszél, hogy minden képviselő egy-egyet szavaz, mindenkinek pontosan ugyanannyit kéne keresni. Legyen az 0 forint, vagy 500 000, mindegy, de egyformán. Mert ez így végtelenül. És ugye erre pontosan erre a játék. Oké, rendben van, itt abba kell, hogy hagyjuk, mert ennél több idő. Értem, csak azt akarom mondani, hogy azért ez egy sok szereplős és sok irány megmutató játszma. A lényeg a városközpont. Térjünk, ne. A zuglói szülők közösségének levele a tervezett városközpont kapcsán, ez már december 13-a. Hogy maga a zuglói szülők közössége az egy milyen erős szervezet, nem tudom, és nem állna nekem jól, hogyha olyan megjegyzést tennék, amire egyébként alapom nincs. Minden esetre te komolyan vetted őket, és beemelted a levelet, amiben azt írják, kérjük a bosnyák téri önkormányzati beruházásra vonatkozó pénzügyi terveket, hogyan konzultáltak a költözésről. A november 10-i ülésen elhangzott, hogy az Örsvezértér környékén külön buszokkal szállítanak a betegeket, és így tovább, és így tovább. Tehát te ezt a december 13-ai levelet nagyon jól megírt. Igen, beemelted, és azt mutatta, türelem azt mutatta, hogy vannak olyan csoportok, amelyek elégedetlenek, hogy ez egyébként mennyire mérvadó, mennyire nem, ezt nehéz eldönteni. Ugyanakkor december 13-án
történt némi változás, mert hogy a képviselőtestület tagok kaptak egy levelet Horváth Csaba polgármestertől, a mellékletben csatolom a Magánberuházó Városközpont Kft. Által megküldött szerződéstervezetet. Hangsúlyozom, hogy a melléklet szerződéstervezet nem tükrözi az önkormányzat álláspontját. A szerződéstervezet ajánlat, amelyben a Magánberuházó által már elfogadott szerződési pontok találhatók. A szerződéstervezetben így később az önkormányzat további garanciákat kíván érvényesíteni, amelynek a dokumentumban való rögzítése után következhet a képviselőtestület tárgyalása. Ennek megfelelően tájékoztatásul csatolom a szerződéstervezetet, a napirend pont tárgyalása a testületi döntést nem igényel, és ezzel párhuzamosan ez a 380 millió forintos megrend... Ott is visszavonta a döntést, és ott is azt mondta, hogy hát igen, tulajdonképpen a polgármester megérezvén a nem megérezvén látta, hogy ugye a vele koalíciós partnerek, a Momentum és a DK nem fogja támogatni egyik döntése, ezért időben visszavonulót fújt, és ez így nagyon szép tőle, vagy bölcs, vagy nem is tudom, tehát nem vak ez a ló, csak bátor. Ez ő észrevette, hogy ez nem fog átmenni, hogy a lakosságra hallgatott, vagy inkább csak arra, hogy egyszerűen direkt megüzenték neki a koalíciós nézzük partnerek. Meg, bocsánat, nézzük meg, türelem. Nézzük az arányokat. Vegyük a frakciókat, és vegyük az emberszámot. Ha a DK és a Momentum nemet mond, meg hát egy ilyen dolog... A DK és a Momentum hány ember? Ez 6, meg ez az 9 ember. Az ugye 9 ember egy hányfős testületben? 10, 21 fős testület. Oké, akkor tartunk tehát hánynál? 6, meg 2? Ki a 10? 3, hát 3 a Momentum, 6 a DK most már. Az 9. Igen, én az 10. A civil zugló, a két falkusok, ugye láthatólag, amiket írnak az alapján, szintén nem, az 11, és akkor az LMP-s képviselő és a Párbeszéd zöld politikusa, gondolom, csak nem szavaz meg egy ilyen beruházást. Hát azt nem tudjuk tehát. De igen, de én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyságrendű dolgot... 11 ember áll szemben a hánnyal, a 10-zel? 10-zel, igen, vagy 11-el, igen, attól függ, hogy hogyan számolunk. Jó, tehát szűk többség még adott esetben lehet. Ez ugye az kell, hogy a kétfarkú kutyapárt és te egyet... Nem, a fideszesek ugye eleve nem szavazták meg az elvi hozzájárulást, tehát az azt jelenti, hogy a Fidesz nem támogatna egy ilyen dolgot. De tartózkodásával... Akkor az már nem megy át, hisz akkor igennel csak a szocialisták szavaznak, az meg már 5 szavazat manapság. Hozzáadjuk a LMP-nek az egy szavazatot, akkor lesz nekik 5 vagy 6. Valójában a DK és a Momentum mire jött rá november 11-e óta? Szerintem egyrészt alapvetően rájöttek a lakosság hangulatára, tehát hogy megérezték ezekből a fórumokból. A Momentum csinált egy közvéleménykutatást, amelyik a polgármester nagyon-nagyon, hogy is mondjam, szuggesztív, vagy nem a jó szó, tehát egy nem nagyon tisztességes közvéleménykutatással ellentétben a Momentum közvéleménykutatása az egy a sokkal reálisabb kérdéseket tesz fel, amik az alapkérdések, a koncepciót és a finanszírozást illetően. És hát ugye a lakossági fórumon ott nincs hangulat volt. Nem, és ugye azt hiszi a polgármester, hogy mi rászerveztünk. Nem, eljöttek értelmes zuglói emberek, akiket én nem is ismerek, és ők mondták el, hogy bocsánat, ezt így nem. Szóval, hogy szerintem egyszerűen ők meg... Mennyire szokatlan ez a képviselőtestület életében, mert én azért nagyon sok példát nem látok rá, különös tekintettel arra, hogy én ugye változatlanul különböző polgármesterekkel Papcsák óta beszélgetek, és ennek a múlt héten előjelét még nem adta Horváth Csaba, ami most bekövetkezett, és azért ez nem egy hétnek a terméke. Ugye ő kapta folyamatosan, hogy a lakosok elkezdtek leveleket írni. Szerintem ő belátta, de szerintem a mostani két szavazás, ugye, ami tegnap meg tegnap előtt volt, ugye a két bizottsági leszavazás volt a világos jel, hogy elszánta két koalíciós partner, és ezt nem fogja átengedni. Nyilván ez egy nagyon nagy blama lenne egy ilyen dolgot bevinni és leszavaztatni. És most azt érzi, hogy ezt tényleg át kell beszélni. A lakossági ellenállást azt vagy lesöpörte volna, vagy lehet, hogy az is része, hogy megérezte, hogy ez itt nem megy át. Értem, de mi... A legfontosabb az, és hagyj beszéljünk egy picit erről, hogy miért problémás ez az egész. Nem, tehát most nem a politikai dolgot akarom elemezni, hanem az, hogy mi a baj ezzel az egész. Ugye, mert ez, ami megépül, ez 50-100 évre meghatároz az zugló jövőjét. Hogy milyen épület kerül oda. És a másik, ami nagyon fontos, a finanszírozás. Tehát egy önkormányzati épületre azt mondani, hogy majd
majd lesz valahonnan 15 milliárd forintunk. Ez nem egy racionális, közgazdaságilag megalapozott tervezés. Hitelt felvenni 10-15 milliárdokat, mire? Én emlékszem jól arra, hogy én képviselő vagyok 2010 óta, amikor 5 milliárd forintot vett fel Zugló 2008-ban, 2012-re okay. Ez már 8 milliárd. Ez már csak a képviselőtestületi ülés után tud téma lenni, hiszen itt most még előtte vagyunk. Azt kérdezem ezek tőled. Ezek nem fognak átmenni. Igen, azt írod, átmeneti visszavonulás városközpont ügyben. Ez átmeneti visszavonulás, vagy végleges? Hát nyilván ezt valamilyen módon, ezt a dolgot végig kell beszélni, és nem hiszem, hát valamilyen módon ezt le kell zárni. Nyilván szeretnénk az, hogy épüljön a Bosnyák téren valami. Tehát ugye itt, amit mondtam, hogy ez a beállítás... Mi lehet a kompromisszum? Én szerintem az a kompromisszum, hogy a lakosokat tényleg megkérdezzük arról, hogy mi az, amit ők szeretnének. Hát én biztos vagyok benne. De lakosok elé valamilyen tervet kell lerakni. Azt a tervet ki fogja megszülni? Lehet tenni. Tehát lakosok elé azt lehet mondani, kedves lakosság, ha akarnak-e önök szerint Zuglóban a legfontosabb dolog, hogy legyen egy új hivatalépület. Csodálkoznék, ha bárki ezt mondaná, a hivatalépületnek nincs semmi baja. Azt kérdezik a lakosoktól, hogy elfogadják-e, hogy a két helyen működő lepusztult szakrendelő helyett lesz egy vadonatúj. Oké, okay, rendben van, ezzel hónapok fognak eltelni. Mennyire befolyásolja ez a Bayer projektjét? A Bayer projektet befolyásolja, hisz ők is látják, hogy ezt nem lehet erőből valamit áterőltetni, és a Bayernak meg közölni kell vele. Hogy de a Bayert mennyire befolyásolja az, hogy milyen a... Tehát a Bayert a másik projektnek a nem megvalósulása, vagy a részleges megvalósulása mennyire befolyásolja? Nyilvánvaló nekik ez a terület a kapu az ő beruházásukhoz, és az önkormányzattal még nem állapodnak meg, nem tudnak ott elkezdeni építkezni. Mit nem tudnak elkezdeni? Nincs erre igazából nekik, az önkormányzat nem mondja azt, hogy ez rendben van, egy csomó dolgot nem tudnak ott megépíteni. Például? Közműveket. Miért ne tudnák? Bosnyák, mert az a rész, az utca nem az övék, nekik építési engedélyük a plázára. De azt az építési engedélyt miért ne kapnák meg? Mert a plázára van építési engedélyük. A Bayer addig nem fog kezdeni építkezni, ameddig nem látja azt, hogy a kerület, egy település... De ez egy feltételezés, vagy ezt tudod? Nem, tehát nem fognak belemenni. Jó, rendben van, ez egy feltételezés. Itt kell, hogy megálljunk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Örülök, hogy beszéltünk. Még egy türelem, hiszen ezt külön kérted, és nem szeretném kihagyni, ami a könyved. Igen, ez nagyon fontos számomra. Ugye vagy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a képviselők közül egyik vagyok, akinek van civil szakmája, és ez fontos neki. Én fotós és fotóművész vagyok. És én az elmúlt 8 évben csináltam, jártam Erdélybe, vicces módon egyszer-kétszer még abban a házban is aludtam, amit az önkormányzatunk megvett Alsórákoson, még a Papcsák időszakban, csak hogy kicsit összekössem, és csináltam egy albumot Erdélynek a eltűnő tradicionális mezőgazdaságáról, életéről, ez mostanra állt össze egy könyvé, és ez megjelent, és nagyon büszke vagyok, ez egy 160 oldalas gyönyörű könyv lett, az a cím, hogy Csináltuk a szénát, és azt a kultúrát mutatja be, amelyik lassan eltűnik, az önfenntartó, szinte középkori stílusú mezőgazdaságot, a tehénfejést, a sajtkészítést. Tehát az, hogy valaki a saját kertjében tulajdonképpen meg tudja termelni mindazt, amire neki szüksége van, ez el fog tűnni, ugye Csíkszentdomokoson lovakat tartanak, 7000-en élnek a faluban, és 600 ló van, amelyik dolgozik. Egy olyan életmód, egy olyan tudás, és nagyon sok öreget fotóztam az albumba pont ezért, és nagyon sok idős emberrel beszélgettem. Mi a könyv címe? Csináltuk a szénát, az a címe, ez egy néni ugye így szénacsinálásnak hívják a kaszálást, a behordást és ezt a munkafolyamatot. Mert ez el fog tűnni, ahogy Erdélyben a prosperitás ugye egyre jobb, úgy lesz a lóhelyett traktor, úgy lesz a 150 éves gerendaházból műmárvány nappali, és eltűnik ez az egész dolog. De a műmárvány nappal is feltűnik, vagy annak csak az árnyéka, vagy az árnyéka sem? Nem nagyon fog, tehát én nem akartam mély szociót csinálni, és lefotózni a mostani, inkább pont a régit kerestem ebből a szempontból, és ennek a szép oldalát néztem, de nem, az nagyon fontos, hogy nem egy ilyen skanzenszerű, gicses, hamis élet, tehát nem népviseletbe öltözve sütik a hurkát az udvar közepén, hanem ennek benne van a realitása, a disznóvágás, a háznál temetés, amelyik Magyarországon már rég nincs.
Ez az életmód, amelyik egy számomra lenyűgöző, én budapesti vagyok a harmadik generáció óta, és engem lenyűgözött ez, nem ilyen nagy magyarkodásból. Le kéne vinni előbb-utóbb a hangsúlyt. Szóval ez egy csoda, és én azt gondolom, hogy neki nézze meg. Segítettem a hangsúlyt levinni. Higgyék el, vannak beszélgetések, amelyeket terelni kell. Ebben a formában ez a beszélgetés tereletlenül nem jött volna létre. Akik a terelésnek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint ami elhangzott.